napot kívánok! Szeptember elsője, Szabadka Város napja. Ezen a napon ilyenkor mindig mérleget vonunk, elmondjuk, hogy elmúlt egy évben mi történt a városban, az önkormányzatban milyen fejlesztések valósultak meg, és mit, mi várható a városra, persze azon felül, hogy, az ünne, hogy ünnepelne a város és a környező települések lakói. Ebből az alkalomból a Pannon TV Subjektív című műsorának vendége Maglai Jenő, Szabadka Város polgármestere. Köszöntöm itt a stúdióban. Jó napot kívánok önnek is, a tisztelt nézőknek is amikor a Városnapot és a programokat bejelentették a VKT elnökével, ő nyilatkozott a Pannon TV-nek, és most szeretném idézni, amit ott mondott. Szeretnénk szakítani azzal a hagyományjal, hogy a szabadkaiak elégedetlenek, búskomorak, és ezzel szemben próbálunk egy optimista hangulatot kialakítani. Mitől legyenek az emberek optimisták, és ön mitől optimista? Azt gondolom, hogy a városnap ünnepségkel, vagy megemlékezéssel kapcsolatban, ünnepségkel kapcsolatban egy teljesen más koncepciót állítottunk fel, mint az előző években. Azt szeretnénk, hogy a városnap az a város polgárainak a napján legyen, és ne pedig egy szűk politikai elitnek a, az ünnepe. Ebből a szempontból mondtam azt, hogy azt szeretnénk, hogyha a szabadkérdő, közül minél többen csatlakoznak a városnapi rendezvényeken, részvének benne, konkrétan ők is ott lennek, és valójában ők legyenek a középpontjában bennek a sorozatnak, nem pedig a, a politikai tisztségviselők. És ez is egy része annak, hogy a, ha előre akarunk nézni, ha azt gondoljuk, hogy valamilyen formában fejlődni szeretnénk, vagy előbbre szeretnénk juttatni ezt a várost, akkor ezt nem lehet egy olyan mentalitással, amely inkább a puskomorságról szól, inkább arról szól, hogy mindig azt nézzük, hogy mi, ami nem jó, mi, amit mi mindenbe, hogy mondják, a kákán is keressük a csomót, hanem arról van szó, hogy inkább optimisták vagyunk, inkább abban az irányban mozgassuk a dolgokat, hogy igenis van erőnk, magabiztosságunk, Megvan az a felelősségünk, megvan az a munkabírásunk, ami alapján ezt a közösséget előre tudjuk mozdítani és fejleszteni tudjuk. Azt gondolom, hogy így kellene gondolkodni. Ha nem így gondolkodunk, ha a polgároknak a nagy része nem így gondolkodik, akkor elég komoly gondok vannak a közösségén belül. Nem fogja tudni egy-két ember ezt az egész várost kimozdítani, vagy egy szűk csoport kimozdítani, hanem a, a polgárok, azt mondom, hogy szélesebb rétegének a támogatására van szükségünk, másosorban pedig egy fajta gondolkodásra. És ön hogyan véli az elmúlt időszakban most már? Ha utána számolunk, tavaly november óta 9 hónap, 10 hónap eltelt, felismerte ezt a tenni akadást a szabadkaiakban? Azt gondolom, hogy sok szabadkaiakban megvan a tenni akarás és sok szabadkai abban az irányba szeretni mozdítani a dolgokat, hogy ez a város tényleg előbbre jusson. Helyzetbe kell hozni az embereket, meg kell adni a lehetőséget, és akkor azt gondolom, hogy a maga a város és a közösség is előbbre fog jutni. Ezeknek az embereknek munkára is szükségük van. Ha a friss adatokat megnézzük, akkor országos szinten valamivel több mint 20%-os a munkanélküliség. Szabadka a hivatalos adatok szerint ennél jobban áll, 13-4-5%-os munkanélküliséget mérnek. Hogyan lehet ezen változtatni, hogyan lehet ezen javítani? Tudom, hogy ez nem egyszerű, tehát ez országos szinten sem. De egy szabadka szintű város hogyan? próbálhat meg ezen javítani ezeken a mutatókon? Hát azt kell, hogy mondjam önnek, hogy dolgozni kell ezen, és ez egy, ez egy középtávú, egy hosszú távú pro projekt, programja kell, hogy legyen az önkormányzatnak arra vonatkozó, hogy a változások történjenek. Nem csak magától az önkormányzattól függ, függ az országos helyzettől és függ az országos politikától is. Az önkormányzat magában a gazdaságban nagyon kis hatásköré vannak. Igazából a gazdaságpolitikát a kormány, az országos kormány irányíts, és ő határozza meg. Attól függetlenül azt gondolom, hogy Szabadkám valamennyivel jobb a helyzet, mint országos szinten, attól messze, hogy meg lennénk vele elégedve. Természetesen itt is nagyon rossz a helyzet. Nagyon sok fiatal hagyja a Szabadkát, különösen magyar fiatal hagyja a Szabadkát, mert nem tud magának egzisztenciális jövőt. De egy kicsit azt is figyelembe kéne venni, hogy lehet, hogy nem kell annyit válogatni a munkahelyeket, illetően is egyes esetekben, de attól függetlenül azt gondolom, hogy nagyon kevés munkája van, nagyon kevés olyan munkája van, ahol az emberek kívásként érik meg a munkát, illetve az, hogy és ezen, ezen, a dolgon biztos, hogy úgy lehet választani, hogyha, hogyha arra te, abba az irányba mozgásokat hogy több munka nyíljon, több beruházás miben, miben legyen. látja a megoldást, hogy, tehát, hogy, ahogy említett, hogy helyzetbe hozni, hogy akár kölcsönökkel, fiataloknak, az itteni embereknek kisvállalkozásokat teremteni, vagy multicégeket idehozni? Egyiket is és másikat is. Én azt gondolom, hogy szatkának igazából a jövője az van, hogy a kis és a középvállalkozókat kell támogatni, de rendszerbeli támogatásokra van szükség. Átgondolt támogatásokra van szükség, nem mint az elmúlt időszakban, hogy a támogatások kilettek osztva, akkor nagy része nem lett visszaadva, vissza visszaélések történtek vele, sokor a jó barát alapon lettek szétosztva ezek a, ezek a pénzek, nem pedig azt mondom, hogy igazából a jó elképzelések vagy a jó beruházások mentén. Mindenféleképpen a multikra is szükség van multik nélkül, vagy nagy, nagy cég nélkül. Azt mondom, hogy gyáripar nélkül nem lehet előrelépni a közösségnek. Azt gondolom, hogy ami történt itt az elmúlt időszakban, tehát. Kalcedónia 400 embert vett fel ebben az évben, az év végig fel fog még venni pár száz embert, a Szaroszki be fogja az év végig fejezni a gyárépítését, jövő évre veszi fel az új embereket. Tárgyalunk itt 3-4 céggel, külföldi beruházó, aki szintén jövőre szabadkán el szeretné kezdeni a beruházásokat, valaki már idén ősszel fogja kezdeni a beruházását. És hogyan be... próbálják ezeket? Hát említett, hogy tárgyalnak valakikkel, ezt hogy működik? Tehát, hogyha most az embereket így kérdezném, mert ők hogy tudják elképzelni? Tehát hogy valaki egy e bekopogtat, hogy működik ez a kapcsolat jelentkeznek, felvétel? Jelentkeznek a beruházók, jelentkeznek, az, jelentkeznek. Jelentkeznek az a beruházók, hogy szeretnének szaladkálni, érdeklődnek de Természetesen ez egy hosszú folyamat, tehát ez nem úgy működik, hogy egyik napról másikra. Általában egy-két-három év is eltelik, mire egy beruházó hosszú tapogatózás után, hosszú meggondolás után eldönti azt, hogy mégiscsak így szeretne beruházni, és aláírja azokat a papírokat, azokat a dokumentumokat, amelyek azután lehetővé teszik a beruházásnak a megvalósítását. Tehát nem történhet meg az, hogy egy beruházó egyik napról másikra hirtelen majd eldönt, hogy itt beruház, de ezek, ezek, több éves folyamatok. De viszont ez egy, ez egy, ez egy, folyamat kell, hogy legyen, hogy állandóan vannak újabb beruházók, és állandóan van érdeklődés szabadka után. A nem reformtörvények kell... törvények ezt meggyorsíthatják, hogy például nem kell annyit várni az építési engedélyre például. Vagy... Egy kisebb mértékben igen. Egy kisebb mértékben igen. Azt gondolom, hogy most pozitív dolog az, hogy az építésről szóló törvényben, akik olyan beruházásokat valósítanak meg, hogy termelést hoznak, tehát termelői ipari beruházás valósítanak meg, nem szedik például a telek használati, telek építési járulékot, ami nem kis összeg, különösen, hogy a beruházásnál van szó, azt, hogy mondjuk azért érdekes, mert itt van a, a itt van a vámszövezet. Tehát a, a beruházók, a határ is itt van, tehát egy jó, jó földrajzi helyzetük van, másról pedig a vámszövezetbe, vámszövezetbe szeretnénk dolgozni a külföldi beruházók, hogy mindig bizalmatlanok az ország irányába, a gazdasági helyzet irányába. A vámszövezet egyik a bent vannak, a más lábuk azért nincsen benne az országban, és ebből a szempontból a, a, a attraktív szabadkán a beruházások, ezért is jöttek szabadkára ezek a külföldi beruházások, ilyen nagy nevek, mert elsősorban mind úgy jöttek, hogy a vezetben dolgoznak, tehát a kapacitások mellett dolgoznak. És az egyik nagy név vonz a másikat. Így van, az egyik nagy másik, pedig, viszont hogyha másodszor pedig lesz pár olyan beruházás, ami elsősorban a a szolgáltatás, illetve a kereskedelemben fognak megvalósulni jövőre a Lidl építi, Szabadkán építi az első üzletközpontját, valószínűleg az osztrák imofinanszis is építi jövőre, jövő a Szabadkán az első üzletközpontját. Tehát vannak itt érdeklődők, több, több külföldi céggel is tárgyalók, akik érdeklődők. Én mindenféleképpen fontosnak tartanám azt, hogy Palicson egy lépés megtörténjen jövő év nyaráig, jövő év hogy megjelennek az első stratégiai beruházók Palicson. Ezen is dolgozunk keményen a háttérben. Én gondolom, hogy reális esélyünk vannak, hogy jövő év, őszig megjelennek az első beruházók is. Nyissuk ki egy kicsit a pénztárcát, erre mindenki kíváncsi. Tavaly novemberben, amikor ön átvette a polgármesteri posztot, azt mondta, hogy üreskosszákat talált. Azóta hogy áll ez a pénztárca? Van-e legalább az apró pénzes részben valami? Azt hogy mondjuk, hogy Szabadka nem tartozik azok az önkormányzatok közé, akiknél a fizetések késnek. Például nem tartozik az önkormányzatok közé, akik, ahol a fizetések helyett azt mondom, hogy Csirkéket kínálnak fel, pucolcsiséget kínálnak van. fel, vannak ilyen önkormányzatok, vagy nem tudom például, ha most nemrég olvastam, hogy felkínáltak, hogy fizetés helyett, hát a temetőbe, sírhelyet kaphatnak ingyen a, 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 a dolgozók de hát messze vagyunk azért ettől, nem messze, természetesen attól is messze vagyunk, hogy ideális legyen az állapot, nem éppen, hát azt mondom, hogy fényes a szabadkai önkormányzatnak a pénzügyi helyzetesen, valamennyivel kevesebbek a bevételeink az első fél mint amire számítottunk, ennek vannak objektív okai is, viszont az is tény, hogy sok pénzt meg is póroltunk, sok pénz lett elszórva, elhányva az elmúlt időszakban sok minélre, és azt gondolom, hogy ezek, a, ezek, a, ezek a, megszorítások, illetve valójában az, hogy kezdünk végre jó gazda módjára bánni a saját pénzünkkel és a saját vagyonunkkal ez oda vezet, hogy kezdjük stabilizálni is ezt a helyzetet a kötelezettségeit az önkormányzat, ami a fizetéseket illeti, ami az anyagi költséget illeti, ami a törvényes kötelezettséget illeti az óvodák, az iskolák, az egészségházak irányába határidőkön belül rendezzük, tehát, tehát egy pénzügyi biztonság van. Természetesen nem egyszerű a helyzet, itt igazából az a gond, hogy a beruházások irányába nincs meg az a kellő mennyiségű pénz, amire szükség lenne, messze nincs meg az a kellő mennyiségű pénz, amire szükség lenne, és itt kell -e megtalálni azokat a dolgokat, hogy kevesebb pénz Pízzel, de azt mondom, hogy olyan beruházásokat valósítsunk még elsőbb az infrastruktúrális beruházások, illetve amik igazából, hát azt mondom, hogy hasznosak és aminek a hozadéka sokkal nagyobb, mint, mint az előző időszakban. Kevesebb pénzzel is lehet gazdálkodni, ügyesen, de az lenne igazából a megoldás akár középtávon, hogy a bevételeinket növeljük. Ez egy nagyon kétélű, kétélű hiszen azt is meg kellene lépnünk az elkövetkező időszakban, hogy akár a következő is évre csökkentsük az adótételeket a polgáraink irányába. Azt is meg kellene valahogy őriznünk, hogy a, a kommunális közváltainknak az árait ne nagyon emeljük, és ne terheljük a így is szegény családokat szabadkán újabb, újabb anyagi kiadásokkal. De ez mellett természetesen a közváltatnak a, a működését is meg kell őriznünk. Nem lehetnek a közválatok szociális védelmi háló, nem lehetnek szociális kategóriájuk a, a kommunális közváltatnak az árai, mert az egy teljesen más világ és itt kell megtalálni a, 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 megfelelő megoldásokat, úgyhogy nem egyszerű a helyzet. Ha már közvállalatokról beszélünk, most szerda van, ugye a felvételtek, készítjük a VKT ülésén napirendre kerül az, hogy a pályázó, a, az, az új közváltigazgatókra igazgatókra vonatkozó pályázatokat kiírják. Ön, amikor a helyére lépett, akkor azt mondta, hogy szakmai vezetőket akar a közvállalatok élére. Ez megvalósítható egy ilyen túlpolitizált társadalomban, hogy nem politikai igazgatók lesznek közvállalatok élén? Csak részbe valósítható meg. Azt gondolom, hogy ez az igazgatói állomány, amely most vezeti a közvállalatokat, ez jobb, mint az előző időszakban, akik voltak. De attól függetlenül még itt is természetesen van mit tenni, nem mindenhol úgy gondolom, nem mindenhol vannak a legmegfelelőbb emberek az igazgatói pozíciókban. Másosra pedig mindenkinek tisztában nem, nem szeretnék neveket mondani, mert azt gondolom, hogy nem szeretnénk senki sem megbélyegezni, viszont hát majd az elkövetkező időszaknak a, 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 a lesz az, hogy most az elkövetkező két hónapban ezen a helyzeten javítsunk valamelyest. Soha nem lesz ideális. És azt gondolom, hogy ez a társadalom és ebben az országban még sok víz fog lefogyni a Dunán addig, hogy teljesen depolitizálva legyen a közvalati a kinevezése. A politika még mindig keményen rányomja a, a, azt mondom, a pecsétjét a, a vezető a megválasztásánál, és ez nem csak szabadkára vonatkozik, ez van tartományi szinten, ez van köztársasági szinten. És azt mondom, hogy több más államban, akár Európai Uniós államban is, azt mondom, hatványozottan jelen van ez a, ez a fajta gondolkodás, vagy ez a fajta, hát azt mondom, hogy viselkedés. Szabadka közbiztonságáról is muszáj beszélnünk, sok szó esik az elmúlt időszakban. Nem akarok most itt példákat mondani, hogyan áll ez a helyzet. Tehát kamerarendszereket és új rendőröket, új rendőrökben gondolkodik az önkormányzat. Uh, hogy áll ez a folyamat. Azt sajnos, igen, sajnos lassú a folyamat. Az a gond, hogy lassú a folyamat. elindítottuk egy olyan, igaz, hogy elindítottunk valamit, tehát ez, ez eddig se lett elindítva, itt is éveken keresztül csak ígérgetések voltak, és nem történt előrépés. Elsősorban az idén először lesz felállítva az első térfigyelő rendszer a város területén. Egy olyan 9 helyen 14 kamera lesz kihelyezve, de azt gondolom a következő évben akar nem akarnám nem akarnak ezt pontosan fejből, nem is tudom, a Úgyhogy a város központjában a legforgalmasabb közlekedési csomópontokon lesznek elhelyezve első lépésben ezek a, ezek a térmegfigyelő rendszerek. E, e ez, ez, a folyamat ez folytatódni fog. Jövőre újabb költségvetési pénzekből bővítsük ezt a rendszert, és ahogy bővül ez a rendszer, úgy gondolom úgy lesz visszaszorítva e, az, a, közlekedésben is az a fajta viselkedés, amely azt mondom, hogy egy becsárkodásra hasonlít inkább. Másodszorban pedig valószínűleg annál könnyebb lesz a rendőrségnek is a helyzet, egy be tudja azonosítani, kik jártak, mikor voltak, stb. De az elkövetőknek is azt mondom, a mozgásterük az le lesz szűkítve, és azt gondolom, hogy vissza is fogja -e szorítani valamilyen formában az elkövetkező három-négy évben, hogy bővítsük ezt a rendszert, a bűncselekmények a számát. Másosabban természetesen a rendőrség kötelékét is meg kell erősíteni, a rendőrségnek a munkát is meg kell erősíteni, mert lássuk, hogy a helyzet. Amilyen az állam, amilyen nehéz helyzetben van az állam, a rendőrség is körülbelül a, a legképződése az államnak. Párhuzamos folyamat. Erről, erről, van szó, ott is a rendőröknek a képzettsége, a rendőröknek a munkahoz való hozzáállása sok esetben kérdéses. Jó, de ezek is. megváltoztatható folyamatok? Hát, 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 megváltoztatható, meg mondjuk az új, új, az, új, a, az, új az akadémiáról, de aki már 30 éve így munkáját, mit lehet kezdeni. Meg lehet csinálni dolgot, nem végzik a munkáját, meg lehet szabadulni, akik, akik jól a munkákat, meg kellene, meg kellene dícsénye, meg kellene jutalmazni. Én azt gondolom az államnak, ha a közbiztonságon javítani akar, akkor azt is professzionalizálni kellene, ott is a politikának kevesebbet kellene beleszólni a munkába, másosra pedig természetesen én, én annak is a szószólója vagyok, hogy a rendőröknek a fizetését meg kellene emelni. Nem hiszem, hogy 30-35-40 ezer dinárért, ha bár valaki azon egy nagy fizetés, azért ezt a munkát azért nagyon hatékonyan lehet elvégezni, különösen akkor, ha nincsenek az emberek, nem jönnek megoldani a lakás és sok más gondjuk van. Gond itt szabadkán külön az, hogy a rendőrállományon belül a nemzeti, tő, nemzeti, összetétel teljesen elcsúszott, tehát a nemzeti közösség, a magyar nemzeti közösség, vagy akár a horvát nemzeti közösség minimális szinten van jelen a rendőrség kötelékében, ami szintén rossz, nem jó, mert ezen is változtatni kellene a rendőrségnek a munkája, hatékonyabb lenne, hogy olyan emberek lennének a kötelékében, akik helybeliek, ismerik a nyelvet, ismerik az embereket. Ezen kívül természetesen a felszereltségen is, felszereltséget is erősíteni kellene, vagy azt mondom, hogy javítani kellene. A rendőrségnek a felszereltsége és azt mondom, hogy nagyon silány szinten van. Ez is egyik ok annak, hogy valószínű az ő hatékonyságuk alacsony szinten van. Talán a törvényekben is egy kicsit nagyobb hatásfőket kellene adni a rendőrségnek, lehet legalábbis az én szubjektív véleményem. Tehát, De azt, hát az rendőr... önkormányzatnak itt nagy hatáskor Erről van és... szó, tehát, tehát, ez is, ezeket a kérdéseket is nekem teszik, mint polgármesternek, hogy nem semmi hatásköröm nincs. Hát ez a, ez a belügyminiszternek a hatáskör, a köztársasági hatáskör, a közrendnek, a, a, a biztonságnak a megőrzés, ez a rendőrségnek a munkája, ez nem az önkormányzatnak a munkája, de természetesen mindenki a polgármestert eh, hát azt mondom, hogy vonja felelősségre, hogy mi, mi van a közbiztonsággal, ha bár a polgármesternek a hatáskör ez majdnem egyenlő nullával. Én természetesen próbálom a, a, a rendőrfőnökkel rendes kommunikáció által, majdnem havonta szoktunk találkozni, átbeszél dolgokat próbálom egy kicsit olyan irányba mozgatni dolgokat, hogy a hatékonyság erőteljesebb legyen. De hát ez egy, ezek azt mondom, hogy nagyon szerény lehetőségek arra vonatkoznak, hogy, hogy az önkormányzat ráhasson a, a rendőrség munkára. Lehet, hogy az lenne a megoldás, hogy mint valamikor a régi szép időkben a polgármester nevezek ki a rendőrfőnököt, akkor valószínűleg a polgármesternek igazából lenne rá a hatás, és igazából lenne felülsége, a felülsége van a felelősség Térünk át olyan dolgokra, amik szabadkára vonatkoznak, és ugye a szabadkai embereket leginkább még már évek óta foglalkoztatják. Egy pozitív példa a zsinagóga. Hát a zsinagógának a beruházása az most hatvány, sokkal erőteljesebben belendült, mint az elmúlt időszakban. Több évtizede újítsuk fel ezt a, ezt a zsinagógát, vagy igazából az De utóbbi, Most már az egyik oldalon az igen, igazából most már két oldala kívülről felett újítva, tehát a keleti szárny és a nyugati szárny az teljes érték felett újítva. Kiírtuk a közbeszerzést a déli szárnyra vonatkozóan is, eleve jövő tavaszig el fog készülni a déli szárny is teljes ö, ö, teljes mértékben, és valószínűleg jövő-tavaszra ki fogjuk írni az északi szárnyra is a felújítást. Én, a, én, én remély, remélem, illetve azt gondolom, hogy a realitás az, hogy következő év augusztus-szeptemberig teljes mértékben kívülről az épület rendbe lesztéve. Most lesz, most lett döntés hozva a belső tér. Tervdokumentációnak a felújítására vonatkozóan az elkészítésére, ki lett választva a kivitelező, remélem, hogy nem lesznek fellebbezések eleve. A, a tervező iroda, amely megkapja a munkát, az gondolom az év végéig elkészített eldokumentációt jövőre elindulhat a belső térnek is a felújítása. Bizonyos pénzek biztosítva vannak Magyarország részéről is, majd valószínűleg mellé teszünk majd a helyi pénzeket is, remélem, hogy kapunk támogatást továbbra is a tartományi titkárságról, illetve a köztársági minisztériumtól és én azt gondolom, hogy valamikor reálisan 2016 őszére, 2016 végére a, a szabadkai zsinagóga az teljes mértékben felújítható. Rendeznünk kell majd az udvari részt is. Szeretném, hogyha következő évben rendeznénk, ha egy mód van rá a, a előtti parkot, illetve a zsinagóg előtti teret is. Városképnek a Kérem. A városkép kinézete. városkép miatt, igen, hogyha egy szép épület lesz ott, és egy rendezett épület lesz, akkor az a park is rendezve legyen, és szépen rendben legyen téve. Különjük tovább, Népszínház. Népszínházra vonatkozóan azt kell, hogy mondjam, hogy végre nagy nehezen megkaptuk, nagy kínnak keserre megkaptuk a arra hogy kérjük a közbeszerzési pályázatot a régi részre. 85 millió dináros beruházásról van szó. Valószínűleg jövő héten ki is lesz írva a közbeszerzési pályázat, és valószínűleg hogy össze még elindulnak a munkák, folytassuk a munkákat a régi részre vonatkozóan. A, a minisztérium irányába elküldtük azt a dokumentációt, amit kért a kulturális minisztérium, mint, mint, mint ez egyik beruházó. Még egy bizonyos dokumentációt el kell, hogy küldjünk. Azt kell, hogy mondjam, hogy itt is sok gonddal küzdöttünk, nagyon-nagyon lazán volt kezelve ez a beruházás, és nagyon összevisszaságok voltak ez a beruházás. De körül. a folyamat. Igen, aláhúzzuk ezeket a dolgokat, én remélem, hogy valamikor október elején a köztársasági miniszterről megegyezünk, a további beruházás folytatásába, a dinamikájába. A tervdokumentáció úgy néz ki, hogy szeptember végére kész lesz, teljes mértében végre lesz az új rész, egy komplett tervdokumentációnk. És Hát én azt gondolom, hogy legalább reálisan három öt év, legjobb esetben három év, hogyha a köztársaság és a tartomány részéről lesz egyfajta nyitokság, hogy ez fontos projektum, akkor legrosszabb esetben öt év alatt még megvalósíthat ez a beruházást. A zeneiskolát is újítják, ez már lassan készen is van? Igen, a zeneiskolát azt szerettem, mert végül be kell, hogy fejezzünk. Azt gondolom, hogy szépen fog kinézni, természetesen itt is vannak bizonyos, azt mondom, hogy megjegyzéseink, hol jövő héten fog majd kimenni, mert ott a munkaminőségével vannak kisebb gondok, majd ezt meg, meg rendbe kell tennünk. Külön pénzeket választottam ki a, közt, a, költségvetési tartalékból, plusz 600 dinárt arra, hogy a tető részén az ablakok is fel legyenek újítva, mert az kimaradt a projektumból. Az is meg lesz csinálva, és én remélem, hogy a következő évben, miután a szanitáris részekre is kiválasztunk pénzeket, akkor a zeneiskola nagymértékben rendbe tehát ez a dolog, ezek a dolgok mennek, fölítettük. Ebben sorban még egy illik a vergődő madárnak a szobra, ezt most írták ki közbeszerzési pályázatot. Már ki is van választva a, a, kivitelező, ma lett a döntés meghozva, természetesen egy fellebezési határidő van. Tehát valószínűleg november 1-én ismét lehet Igen. Az, 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 a célunk, hogy eleve a megemlékezésre újra ott álljon a vergődő madárnak a szobra. Ezben tudni kell azt is, hogy, új kerítéssel, illetve ki lesz bővítve a kerítéssel, a, a, az egész parcella a, a talapzat fel lesz újítva, ki lesz világítva maga a parcella, kamerák lesznek beszerezve, amelyeket követik a biztonságra, te, természetesen, mert hogyha ezt csak újra kiraknánk, akkor attól félek, hogy újra a megemlékezés után pár hétre újra eltűnne ez, tehát lelevegyük a megemlékezés, megpróbáljuk megvédeni, amennyire csak lehet ezt az emlékművet, és remélem, hogy nem fog többet előfordulni az, hogy bárki kezet emel rá, ezek a dolgok, amelyek, amelyek meg kell, hogy ezek folyamatban vannak ezek a dolgok. A ludasi helyi közösségnek, az épületének a felújítása is folyamatban van. E azt Épp gondolom, ezt akartam, hogy... hogy rátérünk, hogy most nagyon szűk a műsoridő, sajnos. Igen. Eddig a várossal foglalkoztunk kicsit, a peremvárosi falusi településekkel, mi a helyzet ott várható, -e valamiféle beruházások. Igen, épülni fog pár utca is, még, még, még pár utca lesz aszfaltozva, határutakra vonatkozóan azt gondolom, még őszem megindul a határutaknak az építésre, 80 millió dinár van kiválasztva, itt gond volt a közbeszerzése, mert a, mert a, mert a kivitelezők itten kombináltak, és aztán túl kombináltak magukat a közbeszerzési pályázaton, de azt gondolom, hogy egy három hét múlva itt is meg ki lesz válasz, hogy ki lesz a kivitelező, és akkor elindulnak ezek a folyamatok is körülbelül 60 millió dinár értékben lesz, indulnak meg az idén a beruházások és jövő tavaszra a, a, a kanálisoknak a felújítására vonatkozóan. Azt kell, hogy mondjam, hogy az idén ősszel szeptemberre lesz aláírva a nagy beruházás, amely a kollektorhálózatnak a kiépítésére vonatkozik. Egyenlőre úgy a dolog, hogy 6,6 millió euróra volt kiírva a pályázat, illetve az volt a pályázati érték feltüntetve a tervdokumentációban, 5,1 millió euróra kaptunk ajánlatot. Remélem, hogy ez a kivitelező, aki ezt az ajánlatot adta, meg is fogja kapni munkát. Remélem, hogy szeptember végig alá lesz írva a szerződés vele, és ha nem is most ősszel, mivel meg kell rendelni a csöveket, meg kell rendelni az anyagot, de jövő tavaszra indul egy óriási beruházás a város, városon keresztül. A teljes a Gubec utca, hát azt mondom, lesz zárva, és ott lesz helyezve a kollektorhálózat, a, 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 a a fasizmus áldozatjának a terén keresztül, a Petőfi Sándor utcán keresztül, sok utcán keresztül lesz. Úgy szintén elindul a közbeszerzési pályázat, illetve valójában megindul a folyamat a kettes vízjár képítésére. Gondolom, hogy a, a, az évigigi illetve január, jövő év, január, február, ki lesz válasz, ott is a kivitelező ki fogja ezt a munkát végezni. Ez egy majdnem 4 millió beruházás lesz. És az idén ősszel azt gondolom, hogy járt hogy induljon a regionális depóniának az építkezése is, ez egy 20 milliós beruházásról van szó. Szóval én remélem, hogy ami igazából fontosnak tartok még az, hogy befejeződött a tervdokumentációnak az elkészítése a palcsi szennyvíz az új szennyvíz Ez egy 1,8 millió eurós beruházás. Remélem, hogy lesz ö, olyan nyitottság a köztársasági minisztérium illetékesé mi részéről, hogy ezt a pénzt megkapjuk. Grandban, tehát ingyenesen teljes mértékben egy környezetvédelmi beruházásról van szó, és úgy tudom, hogy vannak erre a pénzek a, az uniós alapokból. Ez is fontos lenne, hogy jövő tavaszra megindulna ez a beruházás, és akkor valójában a palicsi, túlnak a szennyezését nagy mértékben meg tudnánk gátolni, illetve a ludasi túlnak a szennyezése is nagy mértékben le lenne csökkentve. Azt kell, hogy mondjam, hogy mennek olyan beruházások is, amelyek az utcáknak az építése, ez az, az aszfaltozása van, a Szöld utcának az aszfaltozására. Azt hiszem, hogy holnap lesz kírva a közbeszerzési pályázat, ez egy nagy beruházás, 45 millió dináros beruházás, hosszú utcáról, széles utcáról van szó, amelyet már régóta várnak az ottani polgárok, hogy ki legyen aszfaltozva, és öt újabb utcára írtuk ki a közbeszerzési pályázatot, az aszfaltozás, azok rövid utcák. Remélem, hogy megkapjuk a pénzeket Sándorba 24 millió dinár értékben, tartományi és önkormányzati pénzek legyenek társítva, a, azt hiszem, hogy négy vagy hat utcában lenne képítve a hálózat. Tehát dolgozunk, dolgozunk mennek a folyamatosan, a folyamatok? mennek a folyamatok. Higgyék el, hogy nagyon nehéz helyzetben vagyunk, polgárok ezt el kell, hogy fogadják. Amihez hozzányúltam, minden a szétesés szélén van. Tehát amit megörököltem, ha a kutya menhelyről van szó. Ha a, 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 a regionális, vagy a szelektív reciklázis központról van szó, példát mondok. Emlékeznek arra, hogy pár évvel ezelőtt, két-három évvel ezelőtt nagy csinálatra vált egy szabadkán a, a feldolgozó, a szemétfeldolgozó központ. 16 millió dinárba került az épület. Nem tudom, több 10 millió dinárba kerültek a gépek. Kiderült a mai napra, megkaptuk hivatalosan, az épületet le kell bontani, mert olyan állapotban van, hogy bármi pillanatban összedőlhet. Ki lett építve nagy csinadatráttal a pucsemenyhely, a, a szennyvízcsatorna, a szennyvíztisztító mellett, 14 millió dinár lett belefetszölve, Kiderült, hogy az épület teljesen használhatatlan. Tehát nem akarok panaszkodni, de. De úgy kezdtük, hogy azt gondolom, azt, hozzá, gondolom és... azt gondolom, azt, gondolom, hogy nagyon nehéz az örökség, de ha komolyan dolgozunk, ha sikerül még pár embert behoznom a városházan abba a csapatba, ami most már lassan körülöttem kezd kialakulni, akkor azt gondolom az elkövetkező egy másfél évben sok mindent le fogunk tenni az asztalra. Legyen így optimistán kezdtük, legyen ez az optimista mondat a végére. Polgármester, köszönjük szépen a beszélgetést. Köszönöm a lehetőséget. Önöknek is köszönjük a figyelmet, viszontlátásra.